A 38 esztendeje született, világhírű társulat, klasszikus szimfonikus zenekarként működő együttes, a világon egyedülálló zenei formáció. Afrika, Amerika, Ázsia, Ausztrália és Európa számos városában több mint 1000 koncertet adtak. Komoly zenei művek mellett tradicionális magyar cigány muzsikát, magyar nótát és népdalt játszanak. A Magyar Örökség díjat 2000-ben nyerték el, ugyanebben az évben bekerültek a Guinness Rekordok könyvébe is. Fennállásuk óta 27 CD-t, 5 DVD-lemezt jelentettek meg, ebből 5 platina, 9 aranylemez lett. 2014-ben bekerültek a Hungarikumok gyűjteményébe is. Dani Lőrinc Robert, az egyesület elnöke elmondta, a műsorokat mindig az adott nézősereg összetétele alapján állítják össze. Mivel ez egy újévi program, mindig úgy állítjuk össze, hogy az új évnek megfelelően mindig virtuoz legyen, legyenek benne olyan számok, amit meg tudjuk mutatni, hogy a mi virtuozitásunk, a mi klasszikus előadóművészetünk ez hogy is működik. A 2023-as év sikerekben gazdag volt az együttes számára. Tudnák kettőt is kiemelni, egyik a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, ahol monumentális előadásunk volt, ott mindig százan tudunk megjelenni, és a másik a Budapesti Körösszösi Központ, ami 30-án volt tegnap előtt, az egy nagyon nagy szobású zene és bor előszilveszteri program, ahol százan vendégszereplünk, operett vendégszereplőkkel, ahol óriás a siker, ott is mindig a műsorunk összeállítása attól függ, hogy milyen a nézőközönség. Nagyon sok külföldi, nagyon sok magyar van a néző között, és óriási siker van mindig. Egybekötött a gasztronómia és a zene. Az elnök ismertette, az év első napján adott koncertnek mindig különös jelentősége van, hiszen fontos, hogy milyen módon tudnak elindulni az adott esztendőben. Ezokból kiemelten kezelték az előadást, amit próbáltak a közönségnek is megmutatni. Az együttes idén 10 templomi koncerttel is készül. A zenekarnak a legtöbb része vallásos, és szeretnénk ezt a cigányzenét, ezt visszatenni az emberek szívébe, és hol a legnyitottabbak az emberek, hanem egy templomban nyitott szívvel várják a zenét, és az állam segítségével most egy 10 állomásos koncertet adunk Magyarországon. A szólisták klarinét, hegedű, cimbalom, bőgő és brácsa segítségével adták elő a műveket. A társulat célja, hogy a cigányzenével megszólítsák a fiatalabb generációt is. Ha megkérdezik az ő nagyapjukat, vagy édesapjukat, ők is mindig magyar nótára, esetleg tudok mondani, vasárnapi szól a nótához, úgy ebédeltek. Ebben a programban meg szeretnék szólítani őket is, hiszen kicsit feledésbe merült, ugye az éttermekből is kiszorultak most már a cigányzenék, nagyon sok gyors étterem miatt, de nekünk az az első koncepció, hogy a fiatalokat akár határon innen, határon túl kiaknázzuk őket, és szeretnénk illeszteni a százszagú cigányzenekarban. Ennek a koncepciója az, hogy egy iskolát szeretnénk létrehozni, és ennek a folytonosságát megalapozni. A szólisták főprimása Lendvai Csócsi József. Ő 2,5 évesen már hegedűt ragadott, és édesapját próbálta utánozni. 10 éves korától már a Rajkó zenekarban játszott, és tanulmányait is itt folytatta. 20-as éveinek elején megalapította saját nevével fémjelzett zenekarát, amellyel világkörüli útra indult. Toldi Edit női prímás 2011 óta az egyesület tagja. 8 hónapja lettem prímás. Az új vezetés által megváltozott mindennek a tematikája, és hát azóta vagyok prímás. Még több számot szeretnék vezetni, most a Brahms 5-ös az enyém, azt vezetem, szeretnék többet. Toldi Edit elmondta, a 2023-as év nagyon jól sikerült számukra. Ez köszönhető az elnökváltásnak is, amiután egész más koncepcióval álltak fel. A közönség szeretete a legfontosabb a számára. A közönség szeretete, amikor látom rajtuk, hogy szeretik, élvezik a zenénket, vastapssal fejezik ki azt, hogy nekik mennyire tetszik. Ez tud engem motiválni. Peller Károly színész, operettének és Szendi Szilvi színésznő, szubrett,
A 100 tagú cigányzenekarral együtt operett darabokat adtak elő. A közönség számára a Csárdás királynő legismertebb részeivel is készültek. Már az ország szinte összes megyében jártunk velük, és külföldön is. Nagyon-nagyon jó velük muzsikálni, egy elképesztő jó csapat, és mindig nagyon jó hangulatú egyébként, nem csak a színpadon, hanem a színfalak mögött is nagyon jó a hangulat velük. Ha jól emlékszem, még fiatal pályakezdők voltunk, amikor először fölléptünk a 100 tagú cigányzenekar, úgyhogy ez tényleg ilyen évtizedeknek mondható már a kapcsolat. Természetesen a legismertebb operett részleteket énekeljük, a Csárdás királynő leghíresebb részeit, a Terongyos élet, Jaj cica, Hajmási Péter, Húzzad csak ki világos viradatig, és hát az ilyen magyarosabb operettek is, mint a Déli bábos Hortobágyi vagy a Szépváros Kolozsvár. 2023 nekem tulajdonképpen egy nagyon jó év volt, rengeteg jó szereppel, sokat is rendeztem, és ami a legnagyobb büszkeség, hogy én kaptam meg először a Rátonyi Róbert díjat, az operettért végzett munkásságomért, úgyhogy ez a 2023-as év csúcsa, azt hiszem. A művész elmondta, 2024-ben sok jó szerep és annál is több rendezés vár rá. Továbbá a zenés színház népszerűsítése is fontos számára. Igazából, ha az ember fáradt is, vagy rossz kedvű, vagy nincs kedve, akkor is, ha fölmegy a színpadra, akkor a közönségnek a szeretete az egyszerűen akkor átdob az emberen, hogy akkor mindig utána rájön az, hogy ezt érdemes csinálni, mert hogy láthatólag embereknek örömet szerez vele, és az emberektől meg én is nagyon sok boldogságot kapok. Én azt gondolom, hogy sokszor beszélünk arról, hogy a cigányzenének újra reneszánsza van, meg a magyar nótának, cigányzenével, de hogy igazából ez pont ugyanolyan, mint az operettel, hogy ugye az operettet is körülbelül 100 éve temetik, hogy na hát ez már egy halott műfaj, és mégis, ha elmegyünk bárhova fellépni, akkor tényleg korosztálytól függetlenül mindenki énekli velünk ezeket a dalokat, és azt látom, hogy a cigányzenére is elképesztő igény van. Hát, csak egyet mondok, hogy az ember elmegy egy esküvőre, hát nincs olyan, hogyha előkerül egy cigányzenekar, akkor ne kezdjen mindenki énekelni nótákat, dalokat. Úgyhogy az valahogy ugye a mi kis kárpát-medencei magyarságunkhoz hozzátartozik a cigányság, a cigányzene, hiszen a cigányok és a magyarok együtt tudnak igazán jól mulatni, azt hiszem. Ilyen férfiak ritkák, vagy a zsebben ilyen tök nincs, aki tudja beszélni, Szendi Szilvi, Peller Károly fellépő partnere már 28 éve az operettnek szentelte az életét. Kutatom is a műfajt, mint leendő színháztudományi szakon tanulok, illetve abszolváltam már a Károly Gáspár Tudományegyetemen színháztudományi szakon, és mániám, hogy kutassam az operett történetét, és valóban arról van szó, hogy mindig valamiért a periféria szélére került. De egy olyan szórakoztató műfajról és egy olyan nagy tömegeket vonzó műfajról van szó, és örök érvényű témája a szerelem, ami azt hiszem, hogy foglalkoztat mindenkit szinte 0-tól 99 éves korig. Tehát aki azt mondja, hogy nem szereti, szerintem ez a nem szeretése addig szól, amíg egyszer csak meg nem hallja. És ráadásul mindenki úgy van vele, hogy jaj, nem szeretem az operettet, de meghallja valahol félrészegen egy szilveszteri éjszaka mondjuk a Jaj cicát, nincs olyan ember, aki nem tudná tovább dúdolni, ha a szövegét nem is tudja, de valahogy ez bennünk van, a vérünkben van, és ez szerintem ez nem érdemes letagadni. A színésznő elárulta, a tavalyi évében szinte mindenkihez hasonlóan számára is voltak jó és rossz történések egyaránt. Az idei évre nagy várakozásokkal tekint. A legfontosabbat én mindig azt szoktam egyébként mondani, hogy tanulnunk kell abból is, ami jó volt, hogy azt hogyan lehet még tovább fejleszteni, és ami rossz, azon megváltoztatni, hogy hogyan legyen. Most így pillanatnyilag konkrét dolog nem jut eszembe, lehet, hogy erre nekem egy kicsit több idő kellene, hogy ezt átgondoljam, még nem gondoltam át. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója elmondta, az újévi koncert már évek óta hagyomány. Hozzátette, nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy a zenekar és a sztárvendégek elfogadták a meghívásukat. Voltak évek, amikor a Művészetek Házában voltak komoly zenei koncertek, de néhány éve úgy döntöttünk kollégáimmal, hogy a színházteremben egy nagy produkciót szeretnénk erre a napra lecsalni, és a tavalyi évben is egy kiváló
szimfonikus zenekar volt a vendégünk, ebben az évben pedig nagy örömünkre már korán kezdtük a szervezést, és az ősz elején sikerült a 100 tagú cigány zenekarnak a legkiválóbb szólistáiból egy nagyszerű formációt néhány operetténekes kíséretében megszereznünk. Én azt gondolom, Kicsibe talán nem tűnik nagy képviselőnek részünkről, Kicsibe egy hamisítatlan január 1-i újévi koncert hangulatát fogja idézni, amelyet nagy városokban, mint Budapesten, Bécset és a világ kiváló színpadain hasonlóan láthatnak. Értelemszerűen egy kicsit kisebb méretben, de színvonalában ugyanazt hozza. A világ klasszikusainak a színe java fog itt megszólalni. Strauss, Brahms, a legkiválóbb újévi keringők, polkák. Hát én azt gondolom, ugye ilyenkor mindig jönnek a fogadkozások, az újévi elgondolások. Mi annak örülnénk, ha legalább a tavalyi évhez hasonló gazdag programkínálatot tudnánk nyújtani. Szeretnénk, ha a szabadtéri városi nagy rendezvények közül még több visszatérhetne, még több megvalósulhatna, de ha folytatódik az a tendencia is, hogy szinte valamennyi előadásunk teltházas lesz, legyen a színházi, koncert, kiállítás, egyéb művészeti produkció, akkor azt gondolom, hogy nagyon boldogok lehetünk ebben az évben is. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere számára január 1-e egy negatív emléket is hordoz. Nagyon-nagyon nagy jelentőséggel bír ez a nap, mert tavaly ilyenkor, pontosan egy évvel ezelőtt, 3:30 volt egy szíveállásom, és a szívem úgy döntött, hogy folytatta tovább a munkát, mert a tavalyi évben nem január 1-én volt az újévi koncert, hanem egy későbbi időpontban, 15-én vagy 16-án, ha jól emlékszem, és hát akkor hál' Istennek már műtéten túl voltam, és Balatonfüredről tájékozottam itt a szekszárdi dolgok felől. Most január 1-én tartjuk az újévi köszöntőt, újévi koncertet. Nagyon örülünk neki, hogy ez összejött, mert gyakorlatilag előzményként elmondhatom, hogy a szekszárdi vendéglátóhelyeken teltházas rendezvények voltak, és mellette a Béla téren ismételten volt örömünnep a 2023-as év végén. A teltházas 2 órás koncert szünetében a közönség és a fellépők közösen pezsgővel is kocinthattak.